A cukor termelése világszinten csökken, ez is eredményezi, hogy az édesítő ára emelkedik. A további drágulás hazánkat is érintheti, hiszen az évi közel 400 000 tonnára tehető magyar cukorfogyasztásból csak 125 000-et fedez a hazai termelés. Az áremelkedés miatt azonban más is drágulhat, például a sütemények, torták. Ebben a nyíregyházi cukrászdában jelentős mennyiségű cukrot használnak fel nap mint nap. A természetes édesítő ára emelkedését egyelőre még itt sem építették be az árakba, de ha tovább drágul a cukor, várhatóan a desszerteket is magasabb áron értékesítik majd valamennyi helyen. Sajnos volt már egyszer egy ilyen cukorár robbanás, amikor az egeket verdesték a cukorárak. Nem tudjuk, hogy most minek nézünk elébe, vagy mi következik. Egy darabig tudjuk tartani a sütemény árakat, de amikor már nagyon-nagyon elszabadul az ár, és nagyon magasan van, akkor sajnos kénytelenek leszünk az árhoz hozzányúlni. Nem csak azért, mert maga a cukor áremelkedik, hanem azért, mert vannak olyan egyéb más alapanyagok, amelyek cukrot tartalmaznak. Ennek következtében nyilván az alapanyaggyártók is előbb-utóbb a magasabb cukrot fogják beépíteni az áraikba, így ezek az úgynevezett járulékos anyagok is áremelten, tehát magasabb árban fognak beérkezni a cukrászatokba, tehát tulajdonképpen kétszeresen csapódik le nálunk a cukor áremelés. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kristálycukor kilójának átlagára idén júliusban 249 forint volt, szemben az év elejé 222 forinttal. Egy évvel ezelőtt pedig mindössze 187 forintot kellett fizetni a cukor kilójáért.